Biztonságos, egészséges és hazai élelmiszereket állítottak ki a standoknál a termelők, kereskedők. Nézelődtek, kóstolgattak az érdeklődők és a szakmabeliek a termékbemutatón. A Nyíregyházi Egyetemen tartott rendezvény célja az volt, hogy bemutassa azokat a megyében működő vállalkozásokat, amelyek adnak az élelmiszer biztonságra és minőségre. A Földművelésügyi Minisztérium a termőföldtől az asztalig elnevezési programja a termékek nyomon követhetőségét garantálja, és a magyar zöldséget, gyümölcsöt népszerűsíti. Ennek örülnek a hazai termelők, de sajnos áraik sokszor alul maradnak a külföldi termékekkel szemben. A NÉBIK ellenőrzései viszont kiszűrik a kétes eredetű élelmiszereket, termékeket. A ellenőrző hatóságoktól még többet elvárnának ahhoz, hogy ha csak most visszagondolunk a lengyel almának a megjelenésére, a Magyarországon 2016-ban alig termett annyi alma, hogy a felhasználást kielégítse, a magyar fogyasztást kielégítse, és mégis olyan nyomott áron kerül értékesítésre a lengyel országban bekövetkezett csúcstermés miatt, hogy már aggódunk amiatt, hogy ez is az emberek kedvét elveszi, a gazdálkodása nem nyereségesé válik. Kötelező új jelölést használni például a burgonyánál, szeptembertől a csomagolatlan és az ömlesztve árult étkezési burgonyánál is alkalmazni kell a besorolást, ami megmutatja az áru származási helyét, fajtáját és a jellemző főzési típusáról is tájékozódhatnak a vásárlók. Az idei élelmiszeripari konferenciát a Primum Alapítvány kezdeményezte, a szervezet és az egyetem együttműködik agrár- és élelmiszeripari programokban. Az egyetem egyes kutatásai a mezőgazdasági vállalkozásokat is segítik. A hozamfokozásnak a kérdéskörével is foglalkozunk, különböző hagyományos és nem hagyományos hozamfokozók használatának a hozamra gyakorolt hatását vizsgáljuk. Vannak ilyen partnereink, akik ezt várják tőlünk, illetve ezzel bíznak meg minket. Az idei tanévben 35%-kal jelentkeztek többen agrármérnöknek, és élelmiszeripari műszaki vonalon is emelkedett a hallgatók száma a tavalyi évhez képest. A szakokat hamarosan bekapcsolják a duális képzésbe. A szakmai előadásokon a gazdálkodási tanácsok mellett az egészségtudatos étkezésre is felhívták a figyelmet. Az egészség az egy ajándék, amiért tenni kell, és tenni lehet. Ez az utóbbi a csoda, hogy tenni lehet. És ebben a dologban a táplálkozásunk döntő szerepet játszik. Ugye az első alapkérdés, hogy mit eszünk. Itt hála Istennek a törvényi szabályozások, rendelkezések alapján azért egyre jobb minőségűek, különösen az eredeti magyar élelmiszerek. Az igazi probléma ott van, hogy az étkezésnek az egyén tulajdonságait is követni kell, tehát nem mindegy, hogy milyen korban, milyen állapotban, milyen betegségek esetén, milyen stresszterhelés esetén mit fogyasztunk. És van most egy teljesen új dolog a tudományban, ez a kronológiai táplálkozás, tehát nem mindegy, hogy mit eszünk, de milyen időpontban fogyasztjuk az ételeinket. Ha egy élelmiszer olyan beltartalmi értékkel rendelkezik, aminek pozitív élettani hatása van, azokat funkcionális élelmiszereknek nevezzük, erről is beszélt a professzor. A rendezvény lehetőség volt arra, hogy kapcsolatok épülhessenek a gazdaság szereplői és a tudományos szakma között.